Sziasztok! Én Ádám vagyok, te pedig a Waiter Life in France csatornát nézed éppen. Most egy recept videót hoztam el nektek, fogadjátok szeretettel. Ha kell a konkrét recept, akkor a leírásban megtaláljátok az elkészítését, illetve a hozzávalóit. És most pedig jöjjön a videó, tessék! Na hát először is ki kell mérni a csirkét. Ez olyan 2,5 kiló, nekem olyan 1,50 kiló deka kell körülbelül. Na hát most akkor fogjuk egyenesen, kivesszük, és nem cicázunk vele, kézzel fogjuk, rátesszük a mérlegre, és pakoljuk, ameddig 1,5 kilóig el nem jutunk. Kezünket természetesen megmostuk előtte szappanos vízzel, főleg, hogy itt van a Covid még mindig közöttünk, de alapból is meg kell mosni. Most vagyunk 940-nél, még csapatjuk. Innentől kezdve pedig egy kicsit majd belassítunk. Na még egy, és akkor ott is leszünk körülbelül amennyi kell nekünk. Ennyi lett. Na szóval fogjuk a lemért csirkéket. 1,57 kg deka kb. Megfogjuk így. Levagdossuk róla a zsíros részeket. Illetve bevágjuk itt. Innen kivágjuk belőle azt a vastag inat. Így. A külső hártyákat is leszedjük róla. Illetve a zsíros részeket. Ezt megcsináljuk szépen minden. Lehetőleg a legkevesebb hús veszteséggel. Illetve ha találunk benne ilyen véres részt, még azt is kivágjuk belőle. Aztán fogjuk a csirkét, így egészbe hagyjuk, és visszahelyezzük szépen a sütőlemezre. Ezt megismételjük az összes csirkedarabbal. Na szóval, itt vannak a megtisztított csirkecicik. Most pedig fűszerezni fogjuk. A sütőt közben bekapcsoltam 150 fokra. Nem kell légkeverés. Na, csapassuk neki. Adunk hozzá sót. Elég rendesen megcsapatjuk, mert vastag a hús. Csak az egyik oldalát dobáltam, azért nem, majd át fogom forgatni. Bors. Ez éppen fehér bors. Fekete bors is jó, természetesen a frissen őrölt még jobb. Oké. Levitögetjük. Beletapongatjuk. És így megkapta mind a kettő oldala az ízesítést. Ezt elvégezzük az összesen. Egy kis kézöblítés, és mehetünk tovább. És ez... Szeracsendió. Szeracsendiót csapatunk most rá. Szeracsendiót. Gyömbért.
Ezt is hasonlóan megcsináljuk. Egyik oldal, másik oldal. Felesleges masot nyitani egy másik edénybe. Így. Meg is vannak. Még egy kézmosás. És itt is vagyok. Most felkarikáztam citromokat, körülbelül 1 centi vastagságúakra. Rádobálok mindre egyet. Még egy kézmosás. És koktélparadicsomot dobunk még rá. Félbevágom. Oké. Itt látható az előfűszerezett csirkemellek, csirkecicik. Só, bors, szerecsendió, gyömbér, citrom és koktélparadicsom található rajta. Most pedig menjünk és behelyezzük a 150 fokos. A 150 fokra előmelegített sütőbe. Most már csak 145, mert túl sokáig volt nyitva. És rácsapatunk a sütőre egy mondjuk 18 percet. Ameddig pedig ez elkészül, addig megesszük a csaló napunkon. Ezt az előkészített kecske sajtos meleg szendvicset. Ameddig a sírke sül, addig még a főtt tojásokat is elkészítjük. A héten az lesz a kaja. Harminc darab. Na és most pedig sípol a sütő. Meg kell nézni a csirkételket, eltelt a 18 perc. Fogunk egy kész szépen, kicsit kijebb húzzuk, belevágunk. Megnézzük, hogy szépen elkészült el, nem maradt nyers. Ez volt a legbasságabb csirkemell, úgyhogy el is készültünk. Na hát, és most pedig, hogy elkészült a csirkemell, 18 percig volt a sütőben, 150 fokon, így néznek ki, szép szaftos maradt, leszedjük róla gyorsan a ízesítőket, megmutatok egyet, hogy hogyan készítem el, így szépen felszeleteljük. Gyertek, vessetek rá egy kis kacsintást. Látjátok, szép szaftos maradt. Jó. Most pedig, mint említettem az előző videómban, kísérletezés alapján most az árpagyöngy van soron éppen. Így néz ki. Erre szépen rápakolgatjuk a felszeletelt csirkemellfilét, megdíszítjük a citrommal és a paradicsommal. És ez lesz az, mindjárt meg is mutatom. És elvileg ezt kell kapnunk. Finom, szaftos, fűszeres csirkemellfilét citrommal és paradicsommal megküldve.
adag csirkemell nekem, 3 napos adag, 1,5 kiló, 250 gram étkezésenként napi 2-szer fogyasztom. No, és jelen esetben akkor elő is vagyunk készülve 3 napra, ami 6 étkezést fed le. Itt vannak a fűszerezett csirkemelle fülék, szépen felszeletelve, árpa gyönyörre ráhelyezve, citrommal és koktélparadicsommal díszítve. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra, és ne felejts el követni Instagramon, illetve Facebookon sem. Legyen szép napotok, sziasztok, peace!